20 éves fennállását ünnepli az Újvidéki Színes Szilánkok Diák Színpad Társulás. A jubileum alkalmából június 4-én este Átváltozás címmel énekes, táncos, zenés produkcióval kedveskedtek a közönségnek, amelyben a legfiatalabbaktól a hivatásos színészekig szinte mindenki részt vett. Valóban. Akkor most próbáljunk egy. Emlékszel még? 20 éve. Teltházas közönségnek örvendett az előadás, amely maga társulás 2 évtizedes munkáját, változásait és a gyerekek felnőtté válását tükrözte. A másfél órás produkcióban egymást váltották a zenés fiatalos, valamint az érzelmeket is megbizserkető jelenetek. Nagyon tetszett, el vagyok ragadtatva, szerintem a profik se csinálják jobban. Nekem nagyon tetszett, voltak benne nagyon megható jelenetek, és még mindig a hatása alatt vagyok, de elfogult is vagyok, mert a gyerekem is szerepelt az előadásban, és hát tudom azt is, hogy mekkora nagy munka van mögötte. Hálásak vagyunk nagyon a rendezőknek, a Diák Színpad vezetőjének, Figura Teréziának, hogy ennyi munkát fektetett bele, látszik, hogy profi munka, nagyon-nagyon jó előadás. Sajnos nagyon kevés ilyen lehetőség van, hogy magyarul járjanak csoportra, vagy bármilyen foglalkozásra. Nálunk kikötés az otthon, hogy egy magyar foglalkozást kell választani a zene vagy a sport mellett, és így esett a választásunk a színházra. Mit tapasztalsz a gyermek fejlődéssel, lelki-szellemi fejlődése terén, amióta ide jár a Diák Színpadra? Amióta Ádám ide jár, azóta sokkal nyitottabb, nagyobb az önbizalma. Nagyon jó, hogy beszédtechnikát tanítanak nekik, mozgást, zenével, irodalommal ismerkednek meg, és közben egymással is barátkoznak. A gyerekek különböző iskolából jönnek ide, és végre van egy hely, ahol tudnak barátkozni, és úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapat alakult most ki. Nagy kedvel járt a próbákra, habár voltak hullámvölgyek akkor, amikor az intenzívebb próbák elkezdődtek, akkor már föladta, de mi szülők mögöttük álltunk, tehát nem csak én Ádám mögött, hanem az összes szülő kitartott, és támogattuk a gyerekeket, hogy ezt végig csinálják. Mind a kettő ide jár, nem egység egész éve kezdtük, úgyhogy nekünk ez az első föllépés, és nagyon izgatottak voltunk. Sokkal kommunikatívabbak, nyíltabbak, főleg az idősebbik, ugye ők kötődött volt, és most sokkal nyíltabb. Tetszik az egész hatása a Diák Színpadnak a gyerekekre. A gyerekünk 3 évvel ezelőtt kezdett el járni, és nagy változáson ment köröztül, mert nagyon visszahúzódó volt, és itten magabiztosságot kapott, és nagyon örülök, hogy tagja egy ilyen családnak. Hogy tetszett az előadás, hiszen nagyon-nagyon megerőltető próbák is voltak? Hát nagyon izgultunk ugye a gyerekkel együtt, és nagyon-nagyon beleadtak mindent, úgyhogy élveztük nagyon az előadást. Lesz folytatás? Persze, én nagyon azon vagyok, hogy minél többet idejöjjön, mert a gyerekekkel is barátkozik, meg sok újat megtanul. A szervezők a 20 év alatt nem profi színészeket akartak faragni a gyerekekből, hanem azt tartják fontosnak, hogy a tagok megszeressék a színházat, és kulturális értékekkel gazdagítsák ismereteiket. Próbáljuk tanítani őket színházast játszani, mert valójában ez játék. Soha nem az volt a cél, hogy ők színészek legyenek, hanem hogy jöjjönek ide barátkozni. Nagyon jónak tartom abból a szempontból is, hogy az Újvidéki akkor még 4 iskolában magyar tanuló gyerekek, és a pirosi, budiszavai gyerekek, temeriniek is idejöttek, és most nagyon szép barátságok alakultak ki, és szerintem ez nagyon fontos. Különben neveljük őket a szép beszédre, a toleranciára, az egymáshoz való idomulásra, ugye valamilyen módon, tehát meg kell tanulni azt is, hogy hogyan bánunk egymással.
hosszú idő, a 20 év változik az idő, változnak a gyerekek. Mi volt a könnyebb 20 évvel ezelőtt, vagy pedig most foglalkozni velük, meg lehet, hogy egy kicsit kevesebb létszámmal? Hát diák színpadon mindig sokan voltak, és mindig azt mondjuk, jaj, de nehéz, jaj, de csintalanok, jaj, de valahogy változnak, persze, hogy változnak, mi is változunk, ugye, talán nekünk a türelmünk fogy, ők élénkebbek, de mindig nagyon szép, és ahogy a gyerekek nőnek föl, látszik az az elszántság, az a fegyelem erősödése, növekvése, úgyhogy mind könnyebb, és könnyebb a nagyokkal dolgozni. Hát a kicsik meg, hát kicsik, ugye? Hát mindent megpróbálnak, mindent megkeresnek. Volt olyan esetünk is a diák színpad elején valamikor, hogy nem találtunk ilyen rajszöget, és azt mondja Kellék, és a színházban nincs rajszög, gyerek hop-hop ment, hozta rajszöget, úgyhogy ők minden zugát ismerik a színháznak, fölfedezik, nagyon jól érzik magukat itt. Élvezzük ezt az előadást, minden lépést velük együtt csinálunk, és hát az érzésem, hogy nagyon jó utódok vannak itt, ugye, hát én most már egy pár éve nem dolgozom aktívan, de hát visszahívtak most erre a 20 éves produkcióra, és nagyon örülök, hogy besegíthetek ugye a tapasztalataimmal, de látom, hogy az utókor nagyon szépen dolgozik a gyerekekkel, és hát értenek a nyelvükön. A jubileumra rendezett előadás legfiatalabb résztvevője alig pár hónapja kezdett. Amatőr szereplőktől kezdve a profi színészekig mindenki részt vett benne. Nagy volt az izgalom, de a sikerhez az idősebbektől lehet tanulni. A színpadra már sok ideje járok, és azért tetszik, mert az egyik álmom az, hogy színpadra kerüljek, és ott színészkedjek, meg előadásokba részt vehessek. Nemrég iratkoztam be, és nagyon tetszik. Mi az a legszebb, mi az a legjobb ezekben a próbákban, hiszen vagytok itten jó 10-15-en? Hát az, hogy együtt lehetünk, és hogy gyakorolhatunk színészkedni. Szedem össze a kendőket, szavalunk a dindadirilongóba, és a Charlie Chaplinba cipelgetnek. Jókat játszunk, meg jókat szerepelünk. Dindadirilongó! Minden tetszik. Két éve járok diák színpadra. Először eléggé bizonytalan voltam benne, hiszen nem tudtam még, hogy milyen ez a diák színpad, de most már biztos vagyok benne, hogy nagyon még folytatni akarom ezt. Mit jelent számodra ez az előadás, amiben játszatok? Hát meg lehet vele mutatni végül is, hogy mit tudunk, meg bizonyítunk az ilyenek, meg mindenkinek, aki itt lesz, hogy igenis tudunk figyelni, meg tudunk koncentrálni, és tudunk színészkedni, szóval meg tudunk valamit tanulni. Artiklány, nagyba, koncentrál, energia, hangosabban, gyorsabban, gyerünk, mosolyog! Ha nem csináljátok rendesen, igen, te is! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bebeszélés! A jubileumi előadás olykor erőfeszítő próbákat igényelt, de a felkészítők és a szervezők elmondták, hogy kitartás és kemény munka nélkül nincs eredmény. Néhányan, köszönve a diák színpadnak, lettek hivatásos színészek. Lehetőségem volt arra, hogy pályát tudjak választani a diák színpad miatt, és ez fontos dolog volt nekem. Úgyhogy én pont időbe értem ide akkor, amikor megalakult a diák színpad, pontosan 20 évvel ezelőtt, úgyhogy, és akkor rákövetkező évben én már meg is próbáltam a főiskolát. Te a legkisebbekkel foglalkoztál az elmúlt hónapok során. Mennyire volt nehéz a kis generációt vezetni?
Hát őszintén elég nehéz a mai fiatalokkal dolgozni, a figyelem nem oly sokáig tart náluk. Én azt tudom mondani, mint akkor nekünk mondták az idősebbek, hogy mi nagyon csintalanok vagyunk, és nem tudunk 5 percet figyelni. Na most, hogyha ezt nekünk azt mondták, hogy 5 percet nem tudunk figyelni, akkor ezek a fiatalok 2 percet nem tudnak figyelni, úgyhogy erre is vannak gyakorlatok, és ezzel is foglalkoztunk az elején, mikor elindítottuk ezt a kis csoportot. Ezzel is foglalkoztunk, de hát látjátok, hogy mindenki szeret, jobban szeret zavarócskázni, mint egészen komolyan foglalkozni színházzal, úgyhogy megértem őket. Megtanultam közösségben létezni. Megtanulni emberekkel kommunikálni, megtanulni beszélni, hogyha kiállok valahova, akkor tudjak arra összpontosítani, és tudjak érthetően megnyilvánulni, és megtanulni másokat is figyelembe venni, és megtanulni az, hogy mások is fontosak, és oda kell rájuk figyelni, és el lehet mondani azt, amit gondolok. Ezekben a gyerekekben, akik most indultak nem olyan nagyon régen, mit látsz bennük? Milyen lehetőséget, milyen képzettséget látsz bennük? Hangjuk az van. Nagyon sok mindent kell még megtanulniuk. Persze, ők most ismerkednek ezzel a közeggel, és igazából mindenkiben van lehetőség, van potenciál, csak nagyon sok tényezőtől függ ez. Az, hogy mi mit csinálunk itt velük, milyen irányban miket fejlesztünk, milyen kompetenciákat fejlesztünk bennünk, ez az egyik dolog, az, hogy mit hoznak otthonról. Hogy milyen, tehát Újvidéken milyen közegben vannak, vagy az, hogy az iskolában mire hívják fel a figyelmet, nagyon sok mindentől függ. Én nagyon örülök, hogy vannak egészen kicsik is, és van egy középgeneráció, tehát most újra, a 20 éves jubileumra újra úgy áll össze a csapat, hogy az egészen kicsiktől hozzánk, tehát vérrókáig mindenki össze tudott jönni. Beszélgettem a Tarantinóval, amúgy azt mondtam meg, hogy ismerek egy olyan fantasztikus karakter színészt, hogy azt mondtam egy, hogy látjátok már össze ezt a szemetet itt, na mit álltok, van voltok, gyere már, és akkor megadtam neki az idő címet, de hát mondd még a szememben is. Nagyon sok a lány is, nagyon kevés a fiú, mert magam vagyok, és igazából minden jelenetben benne vagyok, benne kellene, hogy legyek. Igazából nincsen nagyon szerep, mert senkinek, inkább ilyen szituációkat adunk elő, vagy gondolatokat mutatunk be, és hát igazából mindenki vesz a saját belőle, és saját részét. Nem vagyok kíváncsi a privát problémáira a színpadokba! A színház egyben nevel és szórakoztat, akár gyermekként, vagy gyermeki lélekkel felnőttként. De a varázsa minden pillanatban megvan, mondják a profi színészek. Hiszek abban, hogy egyetlen felnőtt sem kellene, hogy elveszítse a gyermeki énjét, mert amikor ez kihal belőlünk, akkor megszűnünk valahol jó értelembe vett embernek maradni. Szükséges az, hogy egy felnőtt embernél megmaradjon az, ami gyerekkorban volt, az álmodozás, a hit, a játékosság, mert hogyha ezek eltűnnek, akkor csak szürke valamik leszünk, tucat emberek. És ezt sikerül átadni a közönségnek? Nem tudom, hogy mennyire sikerül. Én hiszek abban és reménykedem abban, hogy a színház az jó értelembe véve tudja nevelni a nézőket, és rá tudja őket bírni arra, hogy találják meg magukban azt, ami esetleg elveszett. Ha elveszett, ha nem veszett el, akkor az csak jó. Nem szokványos színdarab ez, hanem
jelenetek egymás mellé rakva, és mindegyik jelenet másról szól, de mindegyik jelenet úgy van fölépítve, a gyerekekből kiindulva tulajdonképpen is. Mondhatnám azt is, hogy mindegyik jelenetben saját magukat játsszák, de másféle megközelítésben, másképp kezdtek el dolgozni velem, vagy a másik Danival, vagy a Gabikával például, de végül is mindegyik jelenetben önmagukat adják. Mit jelent számodra ez a színdarab? A fiatalságot és a fölnőtté válást magában. A gyerekkorból, ahogy átváltozunk, a fölnőtt korba főleg, és ez a gyerekkor utáni fiatalság, ezt a kort, és ezt az életérzést, ezt jelenti eddig. A szervezők és a rendezők is együttetően azt nyugtázták, hogy van létjogosultsága a diák színpadnak, csak legyenek gyerekek, akik szeretnek szerepelni. Nagy esemény ez a 20 év, meg úgy érzem, hogy nagyon fontos a jubileumokat mindenképpen megünnepelni, de ami talán a legfontosabb, hogy közte dolgozni. Tehát munkanélkül nem tarthatnánk 20 évig. Hogyha nem lennének gyerekek, akik szeretnek ide járni és dolgozni velünk, akkor se lenne 20 év. Tehát úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, és akkor az előadások, meg a jubileumi előadások, azok utána adódnak ebből a munkából kifolyólag. De a legfontosabb az, hogy van kikkel dolgozni, és hogy szeretünk dolgozni. Átváltozás a ma esti műsor címe. Mit is jelent ez, hogy átváltozás? A 20 évnek a változásait, a mi személyes változásainkat, a diákszínpad változásait, a fizikai, szellemi és minden formájú változást, amit mi csapatként és amit mi egyénként megéltünk az elmúlt 2 évtizedben. Azt próbáltuk megmutatni a színpadon, hogy tulajdonképpen a felnővés folyamataiban mi mindennel szembesül, teszem azt egy gyerek, hogy ezeket hogy dolgozza fel, és hogy ezek a feldolgozások mennyire jók, vagy mennyire fájdalmasak időnként. És ezt próbáltuk valahogy megmutatni és összefoglalni. Fontos, hogy legyenek nekünk ezek a gyerekek, és hogy itt legyenek, hogy bevonzuk őket, és hogy mindenképpen érdemes ellátni őket minden jóval, minden tudással, amivel mi képesek vagyunk felruházni őket. Az Átváltozások színdarab szeptembertől az Újvidéki Színház repertoárjának rendszeres része lesz.